Csak idén júliusban 38%-kal nagyobb teljesítményt produkált az építőipar, mint egy évvel korábban. A két legfontosabb alágazat közül a lakásépítéseknél több mint 28%-os növekedést hozott a július. Idén egy újabb lakásfejlesztési hullám indult, ami miatt jelentősen bővült a kínálat a piacon. Az építési kedv növekedésével egyúttal a négyzetméter árak is nőttek, ami annak is köszönhető, hogy az építési költségek is emelkedő pályán vannak. Budapesten ma már akár bruttó 753 ezer forint is lehet egy új lakás átlagos négyzetméter ára. A megyében ugyan alacsonyabb áron lehet építkezni, azonban itt is lényegesen drágultak a négyzetméter árak új építés esetén. A most átnézett országos statisztikákban azt látom, hogy az elmúlt két évben egyébként nagyjából 40-45%-kal növekedtek átlagosan ezek a fajta négyzetméter áraink. Én azt gondolom, hogy ma a mi megyénkben, vagy ebben a környezetben, amiben hát szomszédokat, Borsodot, Hajdút is beleérthetjük valamelyest, 200-250 ezer forint négyzetméter árral merhetünk becsülni még ma is megépítendő lakásárat. Nyilván ez alapvetően családi házra gondolok ebbe a négyzetméter árban. A társasházak világában ott a négyzetméterre eső telekárat és még sok mindent meg kell fizetni. Ott ezek az árak mondjuk mindenféle hirdetményekből olvashatók, de a 300-as azt gondolom nem ritka, vagy fölötte is vagyunk. A drágulásban közrejátszik az építőipart is egyre jobban sújtó munkaerőhiány. Ez pedig nem csak a költségek növekedését hozza magával, hanem a határidők tarthatatlanságát is. Egy családi ház építése az egy év helyett ma már több mint két évre is kitolódhat. A szakemberhiány pedig a minőség romlásával is jár sokszor. Nagyjából 280 ezeren dolgoznak az építőipari ágazatban, és a válság ideje alatt 85 ezeren hagyták el ezt az ágazatot. Ma ez a 280, azt hiszem, élő statisztikai létszám. Megtörtént egyfajta valamilyen szintű visszapótlás, 60 ezeren bejöttek a 85 ezer pótlására, viszont a visszajött munkaerőnk jellemzően nem szakképzett, és ettől kezdve nem tudja pótolni megfelelően azt a korábban elvesztett külföldre ment, vagy netán pályát váltott szakember állományt, akivel meggyengült ez az építőipari szakma. Hát emiatt nyilván kevesebb a szakember, nehezebb egyrészt jó szakember találni. Egy másik nagyon fontos jellemző, hogy zuhant az építőipari szakmába a minőségnek a kérdése. Tehát a nem megfelelő szakemberek nem is fognak magas minőség, vagy pedig azoknak a szakembereknek az árszintje megugrott, és itt igen komoly költségekkel kell számolni. Jelenleg minden beruházó a meglévő építkezések befejezésére koncentrál. A fejlesztők mindent megtesznek azért, hogy a tervezett lakásokat még 2019 végéig átadják. A jelenlegi szabályok szerint 2020-tól ugyanis már nem lesz érvényben az 5%-os kedvezményes lakásépítési áfakulcs.